Sziasztok, itt Amur és a Minecraft gameplay sorozatom, Karlamás verziója. Kissé fáradt vagyok, ilyenkor nem is nagyon szoktam videózni. Kicsit unszolt rá a fiam. Felveszünk egy rövid részt, aztán búcsúzom. A legutóbbi rész után azért elég sok mindent csináltam, többek között. Az Update Energetic-be belecsaptam, méghozzá úgy, hogy nem az alap Inscriber-t csináltam meg, hanem az A2 Staff által belerakott Advanced Inscriber-t. Ez annyival jobb, hogy nem kell betöltsérelezni oldalról, de hanem automatikusan stackelve is belerakhatom a cuccokat, és meg fogja nekem csinálni a procikat, a processzorokat. A charger-t azt ismeritek, az ugyanolyan volt, mint régen. Mindenképp kell építeni egy Energy Acceptort, ami fogadja az, mondjuk az RF energiát, és nyugodtan is átalakítja az IE energiára. Crystal Growth Chamberből is ilyet csináltam, ez is az A-Staffos. 6 sima chambert kell csinálni, és azt kell összekraftolni. Meg még plusz dolog is kell bele, de cserébe kb. 6-szor olyan gyors. Ide belepakolom az összetevőket, és ők megnöveszti nagyon-nagyon gyorsan, elég sokat tud egyszerre, nem kell vízzel pocsolni alatta, stb. Tehát nagyon korrekt dolog. Természetesen az EMI Drive és egy crafting terminál így az elején bőven elég, egy 16K-s Winchester, amiből nem sok minden van még kihasználva, és akkor bele tudtam már dobálni pár cuccot. Valamint, hogy szintén ne unatkozzak, hát a setupben azért pörög a dolog, itt nem lehet csak úgy áldogálni, aztán nézegetni. Megcsináltam a jó kis tinkerszes cuccot, és lekraftoltam egy crossbow-t. Ez micsoda, azt nem is, hogy öltem. Shuriken. Egy crossbow-t, mert ez ha fejlődik, akkor igen brutálisan lehet vele. Amidáig eljutottam, hogy még nem csináltam hozzá nyílvesszőt, ezt a boltot kell megcsinálni hozzá. Azt hiszem a jetpacket azt már mutogattam, azóta nem csináltam vele, nem fejlesztettem fel, ugyanaz a hardened jetpack van, majd lehet ezen is csavarunk egy kicsit. A gyerkősznek lekraftoltam a másik vonalról a konduitosat, aztán lehet, hogy ez nagyon megnehezedik, akkor a tier 3-as 4-es tapot csinálom már meg, azt meg megkapja a gyerkőc. Én meg felfeleztem azt 2-3-asra, ha meglátjuk. Na igen, meg akarom csinálni a crossbow-t első körbe, illetve hozzá a boltot, az íjat, és azt itt nem is mutatja, itt nem is tudom összerakni, csak lent. Eddig még nem volt ilyen, kérdezi Black Rules, hogy nem ezt hívta fel az összes vizet. Aha, hát szerintem akkor szívhatja fel az összeset, ha nem örök víz van. Azt nézd meg, hogy tuti örök víz-e, mi jelzik egy jövőnyi valamelyik sarokból. Na mi az, Mate? Mate? Vat nézett gépemet. Nem tudom. Na. Kell nekem falevél hozzá, igen. De az kikötés, hogy oak, de ez pine, nekem oak, tölgyfalevél, azok a tölgyfalevek.
össze. Így. Tüsszentés lesz. Bocsi, a hibáért egy jókora tüsszentés okozta. Na, 16 blokkom van. Egy jó sapling is sikerült. És hol a 16 blokk éjtben? Jó. Akkor menjünk haza, még teleportunk, még nincsen. Azt még mindig terve van, hogy ide kialakítok egy jó nagy tornyot, ahol fel lehet szépen mászni a tetejéig. Meg már bővíteni kellene. Próbáld ki, hogy átelepíted egy másik csankra. Hát ha. Na, ott vagyunk, hogy kell nekünk, mi kell nekünk hozzá, ez a fletching pattern kell még hozzá, berakjuk ezt, és elméletileg innentől kezdve össze fogjuk tudni pakolni, na, ezt valóban elrakjuk, nem tudom, hogy hova legyen meg a lomb, és nézzük, ebből meg ebből lesz elméletileg, hát nem tudom, nekem úgy rémlik. Igen, valami még hiányzik. Valami még hiányzik. De mindjárt kiderül. Mert ez a bóhoz maró, az arrow. De nekem nem arrow kell, hanem bolt. Mert ez való. Bolt core és fletching kell hozzá. Jó. Ez a bolt core, ez meg a fletching. Ez így nem jó. Pulling metal over a tall road in a casting table. Curing metal, tehát tiszta fém. A crossbow-nak a nagymester az pont Black Rose. Crossbow boltjához lehet ezeket használni. Jó. Értelmezem. Online-t holdott nem enged berakni. Hát akkor sima vasból csinálunk egyet. Még nekünk megolvadva alumájt van, meg moltanó. Hát jó, csinálunk akkor egy simát. Nem baj, ez még jó lesz valami máshoz. Ez a kütyű. Hova rakjuk, rakjuk ide. És van már egy túródunk. Akkor... csináljuk acélból. Nincs acélunk. Értem, jó. Aha, jó van, akkor még valamivel meg kell agyalni. Jó van. Igen, tehát ezt be kell vonni még, akkor ezt a, jó lesz ez a road, csak be kell vonni. Aha, jó, akkor csinálunk steel-t. De van-e valahol steel-ünk? Akkor már nem kell kutyvasztani.
Steel, 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 invar. Invárom van kéznél. Az is jó rá. Hát próba cseresznye. Okay. Thank you-t akartam, mindig mellényulok. Meg is érkezett. Oké, okay, kiolvasztjuk. És akkor ezzel be kell vonni, elméletileg coatingolni. Ha jól értelmeztük, ezért jó a szerver, mindig van, aki segítsen. Na, olvasszuk ki. És akkor bele kell rakni ide az üres asztalba. És ráengedni, hogyha megolvadt, addig pauzolok. Na, mindjárt megolvad. Most már tényleg pillanatok kérdése, a kis acél. Ráengedjük a kis alumájt túródunkra. És akkor kap egy kis bevonatot, csak ezt kattintsuk át, hogy kerüljön alulra. Engedjük rá, és elméletileg bevonatot kap. Elméletileg meg is van. Szuper, jól van. Akkor ez most már egy alumájt bolt, Reinforce 2-essel, nagyon jó. Nagyon jó, és akkor elméletileg össze tudjuk építeni. Ezt így már engedi, igen. Ez így már máshogy is néz ki, mint a túród. És meg is van, kaptunk 244 darabot. Na, szuper. És akkor ez is fejlődik, ha használjuk meg maga az így is. Ha lehet csúcsulni. Hol az ágyam? Zé-zé. Alszunk egyet, aztán majd tesztelünk, úgyis marad még reggelre is. Na? Alvás. Pro Hardware szervelen van a játék egyébként. Oké, na jól van. Addig leállítom. Vagyok közben, csak nézegetem a térképet. Azt mondja, hogy itt vagyok én. Itt azt hiszem Nagy Tollnak a háza. Egy legenerált házat alakított át, bővített ki. A fiam, hát szintén előgenerált házikót alakított át. Itt egy jókora nagy meteorjuk át, úgy látom. Ezek is szerintem előre generált házak. Valószínűleg ez is, mert ők ugyanolyan, csak másfelé. Itt viszont valaki nagyban dolgozik, úgy látom. Áskálódott rendesen. Szerintem ez azt jelenti, hogy leásott a bedrockig. Itt van egy előregenált házikó szintén, de majd elrepülgetünk arra is. Majd mondjuk egy Tier 3-assal, itt is van egy házikó. Egy Tier 3-as jetpackkel. Jó, na. Akkor az van, hogy valamiért a hangom nem az igazi. Na, itt valaki hörgött. Ó, szia Herobrine fej. Na, le tudjuk lőni Herobrine-t. Nem egyszerű, mert ugrál össze-vissza, nem csipem a fejét. Ha-ha-ha-ha-ha! Ez durva volt. Egy kicseszett ütés volt. Ja, hogy ez lövöldözik, hogyha nyomva tartom magától. Az jó, akkor ne tartsuk nyomva. Ez kurva jó. Na, valaki áldozat? Sehol senki, akit lelőhetek. Na, majd éjszaka, akkor megyünk vadászni. Kurva jó. Bocsánat. Nagyon király. Kis mókusok kenyére kenhetik, nagy mókusok süteménybe tölthetik. Igen, fel kéne tölteni a jetpacket, erről jut eszembe. Fel kéne fejleszteni. Kellene még ide pakolni pár szolárgenerátort. Úgyis lesz alapanyagunk.
azt mondja, hogy itt ide akarok majd egy nagyobb bázist építeni. Kilakítottam egy elég nagy helyet. Ide le rakok majd egy ezt a vizet majd valahogy elszikkázzuk innen, eltüntetjük. Tehát oda egy jó nagy generátort. Na menjünk el. Merre vagy? Valahol ott a spawn pont környékén a gyerkőc. Nem bírja felszedni az utcait. Na nézzük. Merre van? Hol van a fejed? Erre? Az te vagy? Az olyan lángos. Lángos kordja van. Engem megölt Fuldi eszedbe, úgyhogy ne várt, hogy nagyobb szerencséd lesz. Hát lesz, mert elövöm. Hát 320 HP-je van. Kurva anyját. Azt hiszem, hogy nem a zombi dobál. Nem valami vitelek. Jaj, ki fogok fulladni. Igen, erről beszélek. Na most van szívás. Húzzuk a csikot, mert így is meghalunk. Nem tudok neked segíteni jelen pillanatban. Mert a halálomon vagyok. Nekem az 250 HP-ja volt annak a kis majomnak. Na mindegy. Nem, 320. 3, az még jobb. Ott egy pókica. Azt le tudjuk innen lőni. Ez egy jó kérdés. Na mindegy, majd visszagyógyulgatunk szépen. Ez a baj, ő is lövöldöz. Az ellen nem feltétlen jó. Ott van a feje. Nem tudom, milyen távolságból tudom lelőni. Azt mondja, hogy mennyi ennek a ható távolsága. Vajon critical damage 0.8, tehát nem rossz, draw speed 4.2, az a majd javítunk. Mert hogy modify as remaining 1, aha, akkor gyorsítani érdemes majd rajta. Na hova lett? Eltűnt? Megoldottad, fiam? Úgy látom. Na jó, nekem meg le fog merülni a jetpackem. Úgyhogy szerintem menjünk vissza. Hát végül is annyit csináltunk, hogy ez a nyílpuskát ezt felavattuk. Megcsináltuk hozzá, igen, a nyílveszőt, ami azért nem egyszerű, nem egy alap is összepakolgattam, hanem bevonatolni kellett egyebek. Úgyhogy valami hasznos azért volt benne, mindenképp azt mondom. Én ezt a másik íjat, azt lehet, hogy oda is adományozom Máté fiamnak. Már annyira rossz, hogy ne szívjon vele. Lehet, nem adom oda. De tényleg semmi értelme, nagyon lassú. Mutattam már nektek, nem tudom. Na mindegy. Hozzávaló nyilvesszővel együtt ide rakjuk, aztán ha kell, neki majd elviszi. Igen. Amit még akarok, az egy Ender pumpa a láva utánpótlás miatt, mert az, hát na, megint elment. Ahhoz viszont kellenek speciális cuccok. Ender pumpa. Ender termikus pumpa, úgy van. Ender termikus. Vagy van? Ender overseer, de nekem az ender termikus pumpa kell. Illetve jól jártam volna, azt írom vele, hogy pumpa. Ez az Ender Tank. Na jó, írjuk, hogy pumpa. Mert nincs benne buildcraft, ugye? Ender termék pump, ez kell nekünk. Igazából egyik se nagy cucc. Ender infused obsidian kell. Shaped craftingos. Az jó.
Az jó. És akkor egy adag az jó, az elég is nekünk. Egy kis obszikkel, akkor ezt leegyszerűsítették egy kicsit ezt a receptet, vagy eddig is ilyen volt. Jó. Blazing lesz még. Akkor csináljunk majd egy másikat. Oké, megvan az Ender Infused Obsidian. Kell hozzá akkor egy vödör víz, meg egy vödör láva. Kell hozzá egy Iron Pickaxe, meg egy Eye of Ender. Oké. Pont egy Eye of Enderre való blazing még van, de van blaze road, hogyha nagyon gáz. Tudunk még csinálni. Oké. Kell egy Iron Pickaxe, ahhoz kellene fa. Jó. Kellene iron. Király. Ebből csináljunk már, ha itt vagyunk, egy kis... Hát nagyon nem kell éppen. Csak hogy elhasználjuk alapon. De még csak el sem fogom használni, marad vagy kettő, nem baj. Akkor meg már mindegy, ha úgyis két részbe lesz. Jó, tehát ami kellett volna még hozzá nekünk, ezt a fát rakjuk már ki, mert zavar, hogy itt van. Az ugye... Mi volt? Basszus te. Most káromkodok is, fáradt is vagyok, az agyam se az igazi, nem forog jól. Egy gyémánt, meg egy vödör víz, meg egy vödör láva. Már egy vödör láva lesz nehezebb, mert innen kifogyott. Viszont hát, ha az olvasztó kemencémben még van, és akkor jó vagyok, akkor nem kell akkor rá átutaznom. Innen ki tudok szedni egyet, helyes, nagyon jó. Úgyis visszakapjuk az üres vödröket. Kraftoljuk le ők elmét. Nem fogja berakni szerintem, csalódnék, ha berakná, igen. Mert rengeteg nem stackelhető cucc van benne. Azt meg nem szereti berakni a receptbe. Ezt felcserélhetjük a vödörvizet meg a lávát, akkor is működik a recept. És ender termikus pumpa! Megvan. Kell hozzá nekünk majd akkor valami... Igen, ami bírja is. De ez redstone-t szállít, ez is flux dust. Elhasználtam mindent. Csak ilyenek vannak, ami... Volt még valahol nekem ilyen fajta hardened fluid stacked. Hát oda mindenképp a hardened kell. Ez az a hardened. Jó. Igen, felé rakjuk majd a fedret. Kell lesz hozzá még egy... Kell lesz hozzá ahhoz, hogy belenyomja, ahhoz kell. Kell nekünk szervó. Kiderül. Mindegy, inkább csináljunk egyet. Nem nagy cucc, azt még megcsináljuk. A szervókát. Ennek kell lesz valami energy is. Kimondta, hogy vedd elő a lapátom. Egy üveg, két iron nugget. Üveg meg iron nugget nincs nálunk. Iron nugget az van most már. Üveg, ezt nem tudom, hogy veszi-e, ha nem szereti, akkor... Akkor... De szereti, jó. Lesz akkor szervunk is. Energia kell még. Nem tudom, hogy ez fel van-e töltve, ez nincsen feltöltve. Ebbe sincs túl sok energia, na ez gáz. Nekem kellene valami energy. Akkor az lesz, hogy ezt innen kikapjuk. És megmondjuk neki, hogy töltse fel. Csak fel tudom-e tölteni valahol. Mondjuk, ha ide berakom töltésre. Tölt, jó van. Hát egy millió RF-et nem is szedünk össze, de pár százezret elég lesz, és akkor az endertermikus pumpának lesz áram. Kérdés, hogy neki le. Ha csak mellé rakjuk, átadja, vagy kell lesz-e ilyen vezeték, már nem emlékszem, mindegy, legyen nálunk egy Hardened Flux Duct. Jó. Szerintem nagyjából meg lesz így minden. Endertermikus pumpa. Igen, az jó, ha nálunk van. Vödörből nem árt, ha nálunk egy vödör víz, ha lávázunk. Az azért az nem árt tényleg. Jó. Meg maga a hordó, amibe gyűjtjük. Igen, és közben nézzünk rá, hogy... Hát... Nem tudom, mennyit eszik energiából. Nem kéne harcol járkálni.
kettőt nem tud tölteni egyszerre. Nem akar tölteni, tudna szerintem. De az átfolyási sebesség az elég karcsú. A jetpacked itt van a töltőmön. Berakom az első ládába, mert én is töltök, neked már feltöltött. Ide rakom neki. Megtalálja. Ez belső postának használjuk a szerveren az Ender Chestet. Ebbe, amit beledobunk, azt ha szólunk a másiknak, akkor megkapja. Nincs még mindenki házába, de jó működő dolog. Nem kell, hogy teljesen feltöltsön, csak ne érje meglepetés, hogy pont a láva felett repülve fogy el. Az kellemetlen lenne. Nem tudom, most nagyon nem akar energy lenni, hát igen, a láva generátor leállt, éjszaka van, nem mennek a napkollektorok se. Lehet, hogy kellene csinálnom. Mi kell ahhoz? Nézzük csak meg a solar generátorhoz. Azt mondja, hogy az advanced solar generátorhoz kell 4 solar generátor, és 2 már van, ha mi 2-t össze tudunk hozni, már pedig miért ne? Akkor királyok vagyunk. Üveglapok kellenek hozzá. Ó, hát ebből szinte mindenünk van, szerintem. Üveglapom itt volt letárolva, vagy adag. Van ez is. Viszont az a kütyűfej nincsen. Hol vagyunk? Ilyenünk az elfogyott szerintem. Ez meg vöröskő, meg arany kell. Na, arany. Igen. Na, igen, ez kell nekünk. De hülye vagy, nem oda kell rakni. 32, hát csináljon 32-t, úgyis van még vasunk máshol. Még ha itt nem is úgy tűnik. De van az nem. Oké. De egyet mindenképp meg tudunk szerintem csinálni. Egy adagot. 1, 2, 3. Mi fogy el? Az üveglap? Igen, mert abból 3 kell, akkor csináljunk még üveglapot. Üvegünk lesz valahol. Egy egész darab, az jó. Clear glassunk van, azt meg nem akarnám elpaszarolni. Azt a mindenit. Leadingot hegyek. Jaj, köszönöm, meg volt ez a bécsünet. Na nézzük. Mi a bánatot akartunk csinálni? Együnk valamit, a pumpát akartuk beüzemelni. Hát a közben. Utána megebédel a karakterem is. Feltöltött annyira szóper, nagyon jó. Nem tudjuk hova rakni. Ki kellene pakolni pár felesleges hulladékot. Jó, egy napkollektort kezdtünk el csinálni. Igen. Mindenbe belekezdünk, nem baj. Ezt dobáljuk ide bele. Beledobáltunk 10 ilyet is. Se szükséges most. Leadingot se kell most. Viszont igen, a húzmium azért az nem látott, nem állt, ha van nálunk. És üveget akartunk csinálni. Nincs nálunk itt el, de van üveg. Jaj, de jó. Na. Akkor solar panelből kell még csinálni nekünk. Ilyet. Ja. Kell hozzá. Így. Meg is van a 6, és akkor csinálhatunk. Húzmium dustunk az itt lesz. Igen. És na. Milyen? Jaj, energy tablet, akkor kellene vagy 3 energy tablet is. Az kell lesz aranyrúd. Az még nem is gáz. Ha nem. Ez is elfogyott, de van. Jó. Mondom, energy tablet. 2-3-at. 2-t kellene csinálni. Igen ám. Ki fogja szólni a felesleget? A vasat nem tudja hova tenni. A vasat. Az aranyat. Most már felszedtük, bekerült valószínűleg ide. Jó van az.
Akkor most van az, hogy nem pakolja be az Energy tablet miatt, de most már mindenünk van. Kivéve, hogy a vas is elfogyott tőlünk, nagyon jó. Megszed fel. Menjünk ide, és akkor itt ezt meg a nem stackelhetőt is berakja, úgyhogy no more crying. Csak dobáljuk bele, ami kell neki. Így. Vöröskör nem tudom, lesz-e benne legyen. És újra beírjuk a szolárt. Igen, igen, ez kell nekünk. Ugye, ugye? Egy, kettő, ez nem stackelhető ez se. Na, vezeték nem tudom, hogy van-e elég fenn. Én valószínűsítem, hogy nincs. Vigyünk magunkkal. De nem itt lesz. Hanem itt lesz egy basic kábel. Éjszaka van, úgyhogy óvatosan. Na, ki van erre? Ki hörög itt? Ó, de jó! Hörgőmorgók, gyertek! Az anyukádat? És nincs nálunk a jetpack. Akkor ezt manuálisan kell ezt lenyomni. Nem biztos, hogy jó ötlet. Elég sok HP-val rendelkezik. Bloodsucker, vérszívó. A fenn a pofáját. Kellene egy kis életerő nekünk. Mert leszipkázza a kis szemétláda. Remélem nem jön utána. Így jönni. Izgalmas lesz. Vigyázz, vigyázz! Vér, szívó, zombi van a lépcső tetején. ...220 HP. Neki kicsit jobb szucalom, amint páncélba. Bebombultam. Verszió. Faktes. Zombi legyilkolja a családom. Na. Visszanyertük erőnket. Ja, még? Aha. Kicsalom. Na.
hol a zombi? Látnám, hol van. Megvan! Ups. Ez a tied? Köszi. Öj. Szerintem dobta a kis köcsög. Na, ez a Black Anal Intruder. Ide ebbe a ládába szerintem. Aha. Na, jó, ott tartottunk, hogy... gyémántot. Vegyél, persze. Gyémántot kért tőlem, hanem valószínűleg nem hallottátok. Közben telefon, addig szünet halak. Igen, a pumpát akartam beüzemelni, de csinálok egy kardot magamnak. Méghozzá egy ilyen longsword-ot akarok csinálni. Hm? Mi kell neked? Olyan, hát ez nekem nincs csinálva semmi hozzá. Szóval ezt is meg ezt is csinálunk azért, kellene. Mert el lehet dobni. Jó, x darab lesz belőle. Ne foglalkozz vele, mert nem nagy szám ez a tagőr. Na, öntsünk formát, és öntött változatot csináljunk, legalábbis részben. Mert hogy, igen. Csinálunk egy blade formát. Ott áll. Oké. Okay. Ez megvan. Hál' Istennek most már ilyenkor felemészti a követ, és nem kell pakolni feleslegesen. Még egyszer úgy se használjuk. Készítők megértették. Maga a penge legyen valami jó kis anyagból, igen. Aromáidból megcsináljuk a pengét, ha van elég, azt mondja, van 5 ingotunk, annyi biztos nincs a penge, remélem, nincs, jól van. Mert nem néztem meg. Azt mondja, volt egy materiálkosztja volt, ennek meg fél. Hát akkor megcsináljuk a handguardot is aromáidból simán. Igen, nyílnek meg, nem tudom, mit csináljunk. Nyelet is. Csináljuk meg a nyelet is abból. Akkor lesz egy alumite longswordunk. Azért az már komoly lesz. Össze is pakolhatjuk itt. Azt mondja, hogy ez a longsword, nem ez a rapier, itt a longsword. Azt mondja, így. Na, azt akarom neki adni, hogy
Amur kill. Amur kart. Na. Reinforce 2-es. Ho-ho-ho-ho. Atak 3,5 Hz. Na, ennyi volt. Végül van egy normális kardunk. Igaz, hogy nem túl jól néz ki, de majd pár tulajdonság, ami rákerül, majd az helyre hozza a kinézetét is. És igen, a napelemeket akartam még kirakni. Ki van itt? Merre zúgolottok, fiúk? Ott van valaki. Ah, az szép volt. Tetszetős. Hol vagytok még? Nézzünk szét. Nem látom, hol duruzsolnak. De egyértelműen vannak még. A fa tetején volt, mintha lezúgott volna valahonnan valaki. Na, hol vannak ezek? Na, biztos akkor lepnek meg, amikor leállok építkezni. Na, mindegy. Ide kell bekötni még a napelemeket. Ahhoz kellene még a... Jaj, a lapátunk, csak ma úgy néz ki, mint valami egészen más fegyver lenne. Jó. Kell a kettő ilyen. Így. És rakjuk be a szolár paneleket. Egy. És még egy. Gondolom a kezembe rakta, csak nem látszik. Szokott ilyeneket csinálni, hogy bebugol, és most ilyen sehol nincsen, játszik. Aha. Tudtam, hogy ott van. Jó. Ezek most termelgetik szépen nekem. Na, szevasz. És akkor menjünk lávájért, mert a láva generátor is hagy dolgozzon. Energy van nálunk. Nem visszaraktam szerintem, hogy még hagy töltsön, nem tudtam hova kivenni, vagy valami ilyesmi volt, már nem emlékszem. Aha. Jó. Mit alkotsz, Mátém? Mi volt ez a hangzavar? Én hallom egyébként, amit ő mond. A szomszéd szobában van. Ti a mikrofonban nem halljátok bele. Tehát ilyen fél kommunikáció. Na, ilyenkor, hogyha kikapcsolom a hover módot, akkor tudok normálisan lépcsőzni, igen. És nem meríti mellesleg a jetpackemet. Utána ne felejtsük el visszakapcsolni. Jó. És akkor itt volt egy jó nagy láva. Bizony. Ezt felszipkáztatjuk. Annyit itt egy szintbe kell rakni, úgy emlékszem. És akkor utána felszipkázza. De hova is rakjuk le, hogy jó legyen. Ha ide rakom, akkor felszipkázza a környékről. Nem tudom. Mindjárt kiderül. Már nem emlékszem a működésére. Az ender termikus pumpának egész pontosan. Rakjuk mellé ezt a kapaszítót. Fel is töltötte, jól van, azzal nincs gond. Tehát az áramot megkapja. Kellene a hordó a tetejére. Valószínűleg kell lesz ez is. Valaki lövöldöz rám. Ja, de közben be is gyulladt. Figyelj, ha én is tudok rád lőni. Ja, már nincs kire. Jó van akkor. Na. Rakjuk ide. Pumput. Rakjuk rá a hordót. És már nyomja is bele. Hát semmi, szervó meg ilyenek, helyes. Ha figyelitek, mi sebességgel tolja bele. Na. Ezért nem érdemes nekünk szórakozni itt a vödrökkel. Csak egy endertermikus pumpa kellett hozzá, ami most már hál' Istennek Overworldbe is működik, nem csak a Netherbe. Ha itt kiszipkálsz ezt a környéket, itt rengeteg ásvány van, amit majd kiszedhetünk büntetlenül, anélkül, hogy beleesne a lávába. Ah, nagyon korrekt. Oké, srácok, ez egy piszok hosszú részlet megint, az előző is valami 40 perc körül, még meg se vágtam, majd azt is feltöltöm, ez is már itt a szerverem felvett. Úgyhogy most már tényleg búcsúzok, inkább két rész legyen, mint egy, nem? Most na, ilyen 40 perces részek már unalmasak, szerintem. Én így gondolom. Sziasztok, Amur voltam.